Vízelvezető csatorna zsilipes műtárgyal. Pontos beruházás zajlott az elmúlt években a Kisvárdai Filmpark szomszédságában, ennek részeként alakították ki ezeket is. A Felső-Tiszavidék és kimondottan a kisvárdai gyepek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítását, az itt élő védett és közösségi jelentőségű fajok megóvását célzó projekt még 2016-ban indult el, a fizikai megvalósítás pedig 2 éve zajlik egy 3-tagú konzorcium keretében. Ennek vezetője a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága volt. Javult a területnek a természetessége, javult az az élőhely komplexum, ami itt a védett és nem védett fajok rendelkezésére áll, és ezáltal egy olyan magas természetességet tudtunk elérni, amit a vízpótlás nélkül nem tudtunk volna vizes élőhelynél biztosítani. A Nemzeti Park a Feti Vízikkel is együttműködött a projekt sikeres végrehajtása érdekében, hiszen az a vízgazdálkodásra, így például a talajvíz szintekre is hatással van. A kialakított csatornával a térségbe tudják juttatni a szabad vízkészleteket, a vizes élőhelyek számára pedig a szükséges vízmennyiséget biztosítani, hiszen 30%-kal növekedett az öntözhető területek nagysága. A projekt szükségességét a klímaváltozás indokolta, az ugyanis mintegy 80%-ban a vizekben érezteti hatását. Hatással van a nagy vizekre is a klímaváltozás, hiszen bármikor, tehát az évben valóban bármelyik időszakban, évszakban kialakulnak árvizek, például idén is, június végén, július elején kellett árvizek és belvizek ellen védekeznünk, de hát talán a legnagyobb hatással a kisvizekre van a klímaváltozás. Itt kell biztosítani azt, hogy lehetőség szerint azok a vízkészletek, amik itt vannak a területen, itt folynak keresztül, ebből minél többet tudjunk megtartani itt a területen. A konzorcium tagja volt az Alkossunk Várost Alapítvány és Menek kurátora arról számolt be, hogy a legnagyobb nehézségeket az időjárás okozta a projekt megvalósítása során. Száraz időjárással terveztünk, száraz folyómederrel terveztünk, sőt abban az időszakban még egy sokkal alacsonyabb Szabolcs-Veresmartó vízszinttel is terveztünk, viszont pont egy olyan időjárást kaptunk el, ami egész tavasszal borzasztóan sok csapadék hullott, borzasztóan megemelkedett ezzel egyúttal a talajvízszint, és borzasztóan sok volt a belvíz is, így maga a csatorna is tele volt vízzel, ezzel kellett leginkább megküzdenünk. Török László hozzátette, az elvégzett munkának mások mellett csatornakotrásnak, töltésépítésnek, vízkár elhárítási helyszínek kialakításának turisztikai hatása is lehet, ezáltal pedig munkahelyeket teremthet. Csoda történt. Csoda történt Kisvárdán, csoda történt itt a Rétközben. A projekt zárón az agrárminiszter is részt vett, aki bejelentette a zónarendszer létrehozását, melynek célja a védett területek elkülönítése használhatóság szempontjából. Ennek keretében a nemzeti parkokat 3 féle övezetbe sorolják, mint mondta Európai Uniós előírás is, hogy az értékekkel tisztában léve kell a gazdálkodást ellenőrizni, kontrollálni. Az elkövetkező hetekben, hónapokban kiterjed Magyarország minden erdejére és minden nemzeti parki területére. Ez az, szerintem, ami egy olyan érték, amely nagyon sok munkával járt együtt, hiszen itt minden területet helyrozi szám szerint lajstromba kell venni, be kell sorolni, és így kell majd telekönyvezni. Az 1,7 milliárd forintos EU-s támogatás segítségével megvalósult projekt lezárását jelképező szalagátvágást követően a részvevők motorcsónakba szállva járták be az újonnan átadott csatornát.